Sziasztok, időlesz után! Régi vágyom teljesül. Most a Crash Bandicootot fogom játszani. Megmondom én miért... Miért voltam már régi vágyom, hogy kipróbálhassam ezt a játékot. Mert még egy szlovák műsorból vettem én. Figyeltem ezt a játékot már régen, de akkor még nem tudtam, hogy ez a címe. Ez egy Maxi Hrán nemű műsorban volt. És pontosan ebben a játékban játszottak, miközben jöttek a telefonhívások, és akkor mobilt kellett használniuk azért, hogy végigvigyék Crash-e a játékot. Tehát a következőt találtam ki. Most ennek a játéknak akarik a mestere lenni, és azt hogyan lehet megcsinálni? 1. Végigvinni, 2. 103%-osítás, 3. Platinum megszerzése, azaz minden egyes pályának a mesterévé akarik válni. De most ezen a videón teljesen végig akarom vinni. Persze nem 100%-osítva. Kikapcsolom az autosave-et, mert van Craig Clear-re akarnám kijátszani. Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures. Moron! This bandicoot will be my general. He will lead my Cortex commandos to world domination. This time. Hey, Dr. Neo Cortex. És elneveztem őt Dr. Enfejűnek. Tehát is mi a szándék a Dr. Enfejűnek? Quickly, into the vortex. Egy igazi állatharcos akar csinálj belőle. De a társ azt mondja, hogy nem tudja, hogy mire képes az a szar. De Dr. Enfejű kudarcot vallott. De Crash megszökött. Szerencséje volt, hogy lezuhant. Prepare the female bandicoot. De mivel Crash megszökött, így Tarnát veszik célba helyette. Ez úgy olyan... 6 bosszos lesz. Ezt nem olyan senkinek feladni. Mert sok játék van, ami ennél is hosszabb. Öppá. Mindjárt megérthetitek miért. Ez lenne a pajzs. Ja, még majd elfejtettem megemlíteni. Kétszer nyertem meg csupán. De nem tudtam, nem szereztem meg az összesben a platinumot. Azt videóban tervezem. Na így most legyőzhetetlen vagyok egy átmeneti ideig. Kivéve, hogyha lyukba esem. Jó, akkor mutatom a másik módját annak, hogy 100%-osítsa ki.
Még azt is könnyű elérni, hogy 100 életed legyen. Még 100 élet itt a maximum. Állj! Megnézem, hogy internetben van a grafikával. Na igen, ez 512x384-es verzió. Azért állítottam be erre, mert csak így tud normálisan működni. Ez nem tudom, miért csinálódott vissza. De most helyre hoztam. Már jobban megy. Na, like this. Így kell ezt csinálni, így csinálj egy igazi pro. És van egy gyémánt. Na, így kell profinak lenni. Így ezt tökéletesen megcsinálsz. Tadá! De nehogy azt higgyétek, hogy mindegyiknél megszerzem a gyémántot, mert néhánynál nem lehet megúszni, hogy keresed megüssék a dobozok. Például a következőnél. Ott kell egy zöld gyémánt. Zöld gyémánt kell a 100%-osításhoz. Nem szabad megpörgetni a TNT-t, mert az halálos. Rá kell ugrani. Na, így nem halálos, csak úgy, hogy nem rekülsz el. Ja, és mi fontos ez... Ha több dobozos almát látok, azt mindenképpen üssétek, hogy egy életet akartok. Na ez is nagyon fontos, ezt mindenképpen szerezzétek meg. Rengeteg életet lehet vele szerezni. És ez segít abban, hogy van kréjével megnyerjétek a játékot. A checkpointnál... Igen, hát ez jobb, hogyha inkább nem szerzem meg. A checkpointnál volt egy láthatatlan izé. Zöld gyémánt kell, hogy aktiválódjon. De nincsen, mert az Lost City-ben van. Na, és ez a... Hát állnakképp már aktivált egy teleportáló. És ez egy újabb ellenőrző pont. Itt szerzetek meg mindent. Itt nem kell félni attól, hogy elvesztetek egy életet, mert itt nem fogtok egy életet veszíteni. Mert ez egy bónusz pálya. Ez az egy szerencsétek van. Itt mindig van egy életszerzési lehetőség. Vagy több. Nem tudtam volna megszerezni azt a gyémántot, ami itt van. A zöld gyémánék az nem egység. És ezt nem lehet most megúszni. Még valami, említették nekem, hogy játszom ki a Jump King-et, akkor adok egy üzenetet. Csak akkor fog Jump King-ezni, ha már feljutottam a csúcsra. Greg Gate. Itt meg sárga gyémántot kell szerezni ahhoz, hogy aktiváljam az összes dobozt.
A TNT-kkel együtt. Ja, igen, a TNT is bele számít. Meg az egész. Látjátok, ilyen könnyű megszerezni egy új életet. Megvan az igaz, a teknős elhúsz innen. Jaj, bassza meg! Miért ugrik így? Nyugi, semmi gond, semmi gond. Még sok életem van. De hát nem elfelejteni. Az ilyen képeket. Na, ilyen lehet azt mondani. Nope. Úgy itt még... Mint a lábba a pincs szárt. Copy. Na, most szereztem három életet. Valahol ennél több is van. Minden jobban lőnök, minden ügyesebb vagyok annál, annál több életem lesz. Látjátok azt az izét? Az is... Az is egy láthatatlan... izé, oda sárga a gyémán kell, hogy aktiválódjon. Boldus. Na itt nem szabad megállni. Na itt is tudok szerezni egy gyémántot. Amikor volt az a Maxira műsor, ez nagy gondot jelentett a játékosok számára. Nem csak azért, mert te... Visszafelé kell itt menni, mert eset kell itt nyomni. Nem ezért. Mert a kör szét akar lapítani. Ez sok játékok okozott gondot, amikor Maxira műsor volt. De nekem ez nem okoz gondot. Most többet kell ugrani. Ja igen, még valamit akarnék mondani. Ha meg akarnám szerezni netán a gyémántot, mert annyira fontosnak érzem, lehet, hogy úgy döntök, hogy öngyilkos ezek, ha komoly hibát vétek, vagy itt hagyok egy dobozt. Perfection!
Egy ilyen fajta játékban könnyű megszerezni a platinumot. Jó. Várjatok egy kicsit. Most jött az upstream. Na, itt nem lehet megszerzni még egyelőre a fehér gyémántot. De azt hiszem mutathatok egy time trial-t is. Hogy az hogyan működik. Na, itt speedrun kell csinálni, de akkor nem fogsz életet veszíteni. Ezt ne, itt ne felejtsétek. Megjelensz 13. Na, aranyat szereztem vele. Hát itt jobb, hogyha... Hát most egy hibát vétettem, attól lehet ennyi. De hát aki aranyat szerez ebből, az már egy pro ebben a... ezen a szín. És mutatok még valamit. Na, így kell gyorsabban csinálni ezt. Így platinót csak úgy lehet szerezni, ha nem állsz meg. Minden ezen múlik. Ez javított teljesítmény, de még mindig aranyozott. Mások ezt is meg tudom javítani. Ha netán egy hibát vétetek, akkor csak restartolni kell. Na ez is hiba, mert rosszul ugrottam. Hoppá. Na, így kell nem megállni.
Évei 13. Így! Így kezdesz egy platinumot! Na így kell egy mesternek lenni. Egy pályamester így vált. Pályamester. Ha megszerzi a platinumot, tehát az csak úgy lehet megszerzni, hogyha nem állsz meg. Hát ne álljatok meg, ez a lényeg. Tehát egy platinum ezzel van. Ezzel vigyázni kell, gyorsan harap. Na ezért nem lehet megszeretni az összes dobozt. Újra belenőző pont. Mindet csináljátok meg ebből, hogyha több életet akartok. Itt van esély arra, hogy lehet három életet szeretni, hogyha sok almád van. Ami a boss fightokat illeti, elég az csak a végig viszitek, de már nem kell más csinálni. És még itt speedrun sincs. Papu. Aj, nézz el ki, te dagadék! Nagyon könnyű őt legyőzni. What? Aj, de hogy lehet ez? Like this! Easy! Semmiség volt legyőzni. Csak hátam mögött kellett lenni, és akkor már nyertél is. Ha nem lenne a pas, akkor is könnyű legyőzni. Ja, most mutatok mást is. Cockles Time Machine. Most meg el lehet érni, hogy Cockles csatlakozzon. Amit nem ártam tudni róla, Crashnek a tesója. Vagy a kis húga. Ugyanolyan képessége van, mint Kokónak. Most megyek egyet vele.
Látjátok, ugyanolyan képesség. Tehát egy súly csoportban van a Crash-sel. Brio képés ott van. Na, azt is meg kell szerezni. Még több érték, de ez közepesen nehéz. De a Brio bónusz pálya az közepesen nehéz. De Cortex C nagyon nehéz. Nem így akartam, basz. Ha nem vagy biztos benne, hogy lyuk, akkor próbálj meg visszaugor. Most 23 életem van. Látjátok, hogy haladok az életek számával? Na ezért nem érdemes feladni ezt a játékot. Talaj volt a hibás ezért. És ég ilyen, tudja, hátra szartani. Ups. Na ennyi volt, ahogy mondtam, a tálnák képes bonuszpályák mindig könnyűek. Ha csak nem akarsz 100%-osítani, akkor nem mindig könnyű. És most a Brio pálya. Figyeljétek meg, hogy mennyire nehezebb. És nézzétek, hány életet szereztem ezzel. Na, értitek, most már ezért nem érdemes feladni. Csak hogyha túl nagy bajban vagytok, vagy túl nagy veszélyben van, van egy free-es végijátszásatok, akkor csak a bónusz pályába kell menni, és akkor már nem lesz olyan nehéz. Na, álljunk csak még percre!
Bizonyos helyeknél tilos használni kokót. Mihály, csak crash használható. Ahová sokszor kifugott rajtam, azért mert a felbontás nem volt igazán jó. Magasabb felbontása nem állíthatom, mert állandóan akadozott a kibaszott disznó. Ezért állítottam ilyen 512 szorozva 368-os felbontásra. Még a 800-600-osnál is felbaszott, mert bizonyos helyeknél akadozott. És nem tudtam átugrani a kurva disznót. És sebességre megy, úgyhogy el kell találnom a dobozokat. Hát öngyilkos akartam lenni, mert nem tudtam. Mert egyiket ott hagytam. Hát akartam ugrani. Tehát hogy lehet ez? Jó, gyorsan. Na, így kell ezt csinálni. Mi a fene? Ezt nem szólna csinálnia. Egy ilyen fajta hiba elronthatja a platinumos végjátszásomat. Meg kell néznem a rendszert, mert valami nincs rendben. Igen, ez így van. De nem értem a hibát. Nem szabadott volna nagy kicsit belassulnia. Ja, és még valami. Mindegyes helyszín két részes. Ez egy könnyűvel kezdődik, aztán egy nehézzel. Amit láthatjátok, ezt nem éri el. Azért, mert itt le kell nyomni a space-et. Hogy nagyobbat tudjon ugrani. Like this. Hoppi. Aj, ez a te hibád! Elfelejtettem, hogy ott vagy.
Na, az így szerelmére! Nyugi, semmi gond. Nyugi, semmi gond. Nyugi. Újabb ellenőrző pont. Hoppá! Ilyen pajzos. No! Ez te hibád! És már le! Baszki! No, de miért nem ugrott? No, de nem bírom, amikor ezt csinálja! Jaj,
Vissza akartam menni! Ez történik! Ne szopassál már! Az meg tűz! Te... Háj, de miért most? Miért nem tudtál várni, amíg elmegy... átmegyek? Háj, nem az a hibája! Ne bénázz már ennyit! No. Na, vége egy élet. Na itt már biztos nem fog meghalni. Nem hal meg addan egy zuhanástól. Hoppá! Ezt kimet a fejemből. Következő sziget, Up the Creek. A folyós rész második része. Hát ezt nem hiszem el. Ugrani akartam! Ugrani!
ez a szemétvíz! Ja, ma majdnem elfejtettem, itt is lehet már gyémántot szerezni, de csak egy módon. Azt mondja, visszafordulsz. Az! Ne! Ne menj el! Nem gond, nyugi! Ezért nem szabad ki akarnatok. Nem vesztetek vele életet. És örülhetnek is neki, mert így akkor sok lehetőségek van. Én nagyon kell gondolkodni, ám hogyan csináljátok, mert itt nem mindegy, hogyan csináljátok. Hát ahogy megyek tovább, egyre nehezebb lesz a bónusz pálya. Na, ennyi az egész. És láthatjátok, nem veszettem sok élet. Na, meg is van a gyémánt. A Reaper Poo, vagy a Reaper Roo. Boss. Nem támadhatom, mert azok nem ártanak neki. Én csak meg kell tudnatok, milyen irányban ugrál-bugrál. Ahol nem ugrál-bugrál, ott kell lennetek. Ups, egy kicsit korán ugrottam. Most ide? Jaj, persze, nem aktiválódott. Nem kellett volna visszaugrom.
Na de ma! Majd nem, akkor robban fel! Na, most megy! Most a felső részeken nem fog ugrálni. Jaj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 
Na hát ez nem jó időzítés. Ennyi. Beesik a vízesésbe. Az elveszett város. Ha meg tudom szerezni azt a zöld gyémántot, akkor esetleg még visszatérhetik. Itt azt írja, hogy minden dobozt pusztítsak el. De ha nem sikerül, akkor sajnos nem tehetek mást. Ettől nem kell beszarni. Könnyű átugrani. Csak ezekkel a falakkal nem vigyázunk igazán. Bárhol lehet egy rejtett doboz. No. Na itt is van egy Brio Bones pile. No, bassza meg! Ez szopás! Igen. Hogyha nem ugok rá rendesen, akkor beszopom. A bónusz pályát. Mindig legyetek a közepénél, és akkor biztonságban lesztek. Itt
Itt nézz eldőt, hogy mikor induljok. Megvárom, amikor a kettő egyesül. Like this. Így kell ezt csinálni. Jaj! Ezt nem hiszem el! Mi rontottad el? Na igen, itt összesen 3 életet lehet szerezni. Nem jó. Elég, megcsúsztam. Itt összesen 4 életet lehet szerezni. És ilyen végkimenetel lesz belőle. Appa! Temple Ruins. Hát szerintem ezen pár már lehet gyémántot szerezni.
Ha ezek a denevérek jönnek, ne ugorj. Háj, azok a kurva denevér, miért jöttek meg? Éppen vártam, és jönnek. Látjátok ezt? Rejtett dobozot. Ini. Ini. Ez most jön az a rész, amit rettentően utálok. A Road to Nowhere. Mert nincs elég terem az ugrásokhoz. És nagyon aljas. Itt ebből kurva nehéz platinumot szerezni. Ops! Anyádat! Ezek a szakkönnyen összetudok navar. Anyádat! Baszki, te miért? Nézze, lehet látni ezt a szartót! A felesőre nem szabad ráugrani, mert akkor gyorsan lezonsz.
nyomod dinamit. Az utolsó disznókodnak nem állt a pörgés. Jaj, még egy kongás sem enged! Aj, későn vettem észre! Aj, te! Nem a! Mondtam, ez azért hihetetlenül aljas. Nem üldöz, hogyha sikerül lerásznom őt. Vagy ha mögéje kerülök. Na, mondtam, mi nagyon kicsi a tér. Ezért ez a legutáltabb pálya. A magas hegység. Emiatt rengeteg életet tudok veszíteni. Jaj! Áj, de csúszós! Jaj! Ma majdnem elestem. Miért kellett úgy csinálni, hogyha halál legyen, hogyha megöl, ha nem ugli. Na, de nem a! Miért nem értem el? Jaj, de miért nem éri el? Egyben hat életem van. Jó, nehezen volt jó, tehát nem szabad innét rágolni, csak a legvégén. Jaj, hogy ugrok én? Így jobb.
De ez nem mindig válik be. Csak figyelni kell az árnyékot, és akkor tudod, hogy hova kell esni. Boulder Dash. A második sziklaüldöző. Dinamitok! Miért van kell tenni a kula TNT-t? De ehhez Layla gyémántot kell szerezni, hogy mindent megszerezzem. Sunset Vista. Na itt lehet egy kulcsot szerezni. Nem jelenek meg még egyszer, hogyha mindkét tenevét megszínszítek. Thank you.
Fuck you. Na, ne csinálj ilyet! Miért mész ilyen gyorsan? Pontosan kell időzíteni. Meg. Most már gyilkos leszek, hogyha nem éri el. Ne ide nével maradt még hátra. Na, mindegy. Nem gond. Nem szabad a boxokat elfejteni.
Megszereztem az enfei mind három arcát. Jó, mások milyen pályát ad a doktor enfejű. Nem ez, nem én gondoltam, nem is akartam rápörögni. Nem jó. Aj, nem így gondoltam. Ha mondtam, akkor ez a doktor enfejű bónusz pályái nagyon nehezek. Igen, szóval felrobbanak, hogyha pörgetem. Még akkor is. Megvan a kulcs! Dr. Enfei odaadta a kulcsot. Majd, de nem akarok a tűzbe menni. Ötvenhét életem van. Ja, persze. Hiszen már megvolt a checkpoint. Nehéz átugrani! Hát ebből speedrun nem tud mit csinálni. Né! Skos zuhanások!
Ez sebességre megy. Egyet kihagytam! Mindegy, nem is érdekes egyelőre. Ez a harmadik boss. Az izmos koala. Ezek az állatok, akik engem akarnak kinyírni, azokat bizonyára a Cortez képezte ki. A nehezebb kővel kell kinyugasztani. Nyomad vagonok! Már csak egy ilyete van. És több a vagon. Nesze neked, Mr. Koala! Ez az! Vidd el a picsába azt a kibaszott koala! A harmadik sziget következik. Heavy Machinery. Megnézem, hogy sejtettem! Itt kellett lejönnöm. Ne! Ne menj el!
Jaj, nem a! Mindez egy életért. Az anyámat! Csak el kell számolni 5-ig, és akkor könnyen vesz minden. Ahaj, de még 4-et számoltam akkor.
Most lehet a B.O. Bones pálya. Baszki! Jaj, de milyen dud nagyobbat? Aj, már megint elrontottam. Gondoltam! Jaj, de ne, nagyon csúszik! Na, de az zuhan!
Miért csúszik meg ilyen könnyen? Csak kicsit nyomtam a dét is, nagyon Batman. Ilyen messzire viszi! Ez nem igaz, miért? Baszki! Mi a? Szemét bája! Csúszott! Hol fog már sikerülni? Még kell ezt kitalálni? Jaj, miért állt meg? Így már sokkal jobb. Már 70 életem van. Látjátok, ahuntam, hogy érdemes. Egy élet. Nem kezdtő. 74 élet. Megvan a gyémánt. Cortex power
Ez a pálya nem igazán szeretni való. Itt nem lehet most 100%-osítani, úgyhogy nem is érdemes kísérletetni. Ez biztosan Dr. N fejének a laboratóriuma. Kilenc. Talán elérem még a 100 életet is. Generátor szoba. Hát ez nagyon nehéz lesz. Főleg halál nélkül. Anyádat!
83 ér. Mi az utamból? Csak kettő hiányzott, de honnét? Toxic Waste. Ez sem egy jó pálya. Most ez egy ugró doboz, vagy ugró hordó. Thank you.
91 életem. Fuck! Most ezt figyeljétek! Hogy nem tökéletes volt, de meghaltam. Nem ütött meg semmi. Tehát ezzel nem tudtam összezni a kéget. Negyedik boss. Pinstripe Potru. Fedecékben kell lenni, amikor szar akar lőni. Bazd meg! Időm se volt! Bazd meg, patkány! Ne! Jó van, ezek szerint nem lehet oda menni. Ne szereked, te rohadt patkán! Most még egy utált rész szükelkezik a High Road, de szerencse, hogy 87 életem van. Bazd meg! Baszma! Ne
le, te hülye! Hülye barom! Jaj, nem á! TNT-t. Thank you.
Jaj, nem a! Hülye lyuk! Kösz a segítséget. Jaj, ne! Nyolc nagy életem van. Nem áll, bazd meg! Megvan. Slippery climb. Hát ez nagyon nehéz lenne. Meg csinálni halál nélkül. Sokat szoptam vele. Like this. Jaj, de nem akartam leesni!
Jaj, de csúszik. Jó. Jó. Ez valami hülye tréfa! Jaj, na mennyi leestem, amikor nem akartam leesni! Haj, baszki! Igaz, hogy ez is egy szemét pálya, de... Nem olyan kicsi a tér. Wow.
Összbe. No, bazd meg! Nem a könyögök! Miért szabadsz így? Jaj, nem jó! Lesz meg ebbe jó. Tudom, hogy szerint ez sokkal nehezebb. Hogy tudsz kitenni itt talán. Lights out! Sőt az államszünetes rész. A kurán nem látok semmit. Csak ezzel a trudukával lehet jól látni. Ha valaki összetöli, akkor nem látok semmit. Jaj, de mi ekkorát? Yeah.
Hülye patkányok! Én nem látok semmit a kuapakkán! Ott vannak, ahol nem kéne legyen. A gecis fasz kessek itt! Te mi van a gond? De nem látok semmit tőlük! Áj! Te hülye, mit kezdtél te itt? Ne, ne menj el! De nem látok semmit ilyen korak! Alcsony fényben! Az ilyesmi! De ne! Faszba! Mi a fasz keresett itt?
Úristen! Szörnyű volt! Chance of darkness. Jó van, de ott van egy fejénél, van már egy fej. Jó, második Dr. Enfeinek a feje. Jó van, lehet a második Dr. Enfei bónusz. Megvan!
Kösz a kulcsot, Dr. M fejű. Fuck! Hetven kilenc életem van. Ne, de hülye lyuk! Miért kell lyukat tenni oda? Ez kigyíván kellett. Most a Castle Machinery? Oh, my checkpoint. Miért nem tudtam elugolni?
Mi a fasz? Nem a... Ne, helyedek! Jaj! Nem nyomtam le is a D-t! Megvan a gyémán! Ott van 9%. Jó van, Mr. Brio, vagy Dr. Brio. És te jössz. Ugyan a spangol. Mi a szárnyait a cseresznek? Ne. Szóval a baszikra kell ráépni, hogy ne győzhessen. Neszenekelj, te fasz! Megittam! Most már olyan, mint egy hák! Jó van, Mr. Hák! Itt az ideálján a spágol. Négyet hátra. Égvedd, Mr. Hawk!
Azért te nem tudsz repülni. Hát nem tudott repülni. A laboratórium. Egy szörnyű pálya. Főleg halál nélkül végigjátszani. Na persze, az nem aktiválódik. Jaj, túl közel voltam. Itt is ilyenkor basszik. Olyan már ki gyerekek. Már ígéltem van. Ezt meg ilyen céltem. Jaj, még a lyukat sem lehet rendes nézve, mert most itt van. Dr. F. pont olyan, mint Mega Man Bandit, Dr. Wily. Hello, Mr. Vassi. Meg kell várni, mikor lehet indulni. Na, de miért van most?
Nem megindulni. De mi a harmadik? Mi sokkolsz le? Jaj, de kurva jók, olyan gyors! Sem volt! Get see you. Nem jó! Ja persze, elfelejtettem a tudatát. Ne, de golajzítom, geci! Geci! Tudom, soha nem tudom rendesen beosztom. Fuck. Hogy mehetél el a... becsukódni? Hülye izító! Ne!
Na, ezt már neveze. Megvan! Jó van, a többit majd... Lássuk itt egy easy van. Én tovább nem lehet menni. Úgyhogy menjünk is Dr. N fejűhöz. Jó van, akkor nem maradt más. Ezután kontra Dr. Neo Cortex, azaz Dr. N fejű. Neked damn you, Dr. N fejű. Inkább öngyilkosságokat követek el, hogy kapok egy pajzsot. Cserélj, ma adjál egy pajzsot! Mi már jó. Csak így kell csinálni. Lesz neked. Bassza meg! Hát így nem lehet! Bazd meg! No, de miért nem sikerült?
NASA! Hát így ilyet sem lehet! Ég veled! NASA! Dr. M fejű! Take that! Dr. N head! Én is hová fog zuhanni, Dr. M-fejű? Ha csak a Crash Bandicoot 2-ben derül ki. Crash megmentette Tom. Jó, akkor most nézzétek...
Jól van. Oké, srácok. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot. Szóval, mit mondok, hogy amikor játéknak akarok a mestere lenni. Most teljesen megcsináltam ennyit pluszentes módon. Úgyhogy legközelebb már 100%-osítással folytatjuk. Meg a platinum megszerzésekkel. Ja, persze, és ne felejtsük el menteni. Jaj! Jó, várj csak! Na mindegy. Tehát így kell 3%-osítani. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot. De már azt is kitalálhatok, talán. De azt majd legközelebb. Úgyhogy búcsúzom mára, szevasztok!